Több mint egy éve van már velünk a koronavírus, és bár azóta sok mindent megtanultunk, még nem beszélhetünk múlt időben róla. A gyerekekkel kapcsolatos hozzáállás időközben sokat változott, hiszen eleinte nem érintette őket a fertőzés. A vírus változékonysága miatt azonban ma már a fiatalok sem kivételek, ők is elkaphatják azt. Sőt, ha már azt is tudjuk, hogy a post-covid is érintheti őket, a későbbi hosszú távú következményeket ugyanakkor nem tudhatjuk, fejtettek ilyen Nyiregyházi Gyermekorvos 35 perc című műsorunkban. A poszcovid állapotok vagy szindrómáknak a megjelenése nem függ a betegség súlyosságától. Attól függ, hogy elkapta a vírust. És mivel nem tudjuk, hogy a vírus ott belül mit csinál, vagy csak azt tudjuk, ami klinikailag megjelenik. Ezért azt tapasztaljuk, meg aki a, a post-covid ellátásban szerepet játszó komolyabb intézmények azt tapasztalják, hogy, hogy teljesen alig produkáló tünetet, tünettel átesett fertőzésnek lesz egy nagyon súlyos poszcovid lefolyása. A szakember hozzátette, a vírus a gyermekeknél sem válogat, akármilyen szervez megtámadhat, így a tüdő, az idegrendszer, a szív és a vese is károsodhat. Arról is beszélt, hogy a COVID elleni oltás az influenza védőoltáshoz hasonlóvá válhat a jövőben, vagyis megerősítő jelleggel újra be kell majd adatni. Ahogyan új helyi doktor szerint az olthatóság korhatára is rövid időn belül lecsökkenhet, egy év múlva akár az egy-két évesek is megkaphatják a vakcinát. Most ugye 16 év, de már 12 évben Amerikában már, már oltanak, hetek óta, és, és ha ö, ügyesek vagyunk, már mint az Unió, az EMA, megkapja az engedélyt a, a legkorszerűbb boltóanyag, akkor még itt nyáron olthatjuk a 12 év felülieket is. És ugyanúgy mennénk lefele. Amerikában már a 12 és 15 év közöttieket is oltják Pfizerrel, pár napja pedig már azt is tudjuk, hogy a Moderna vakcinája is hatásos a tinédzserek körében. A gyermekorvos szerint a gyermekek átoltottsága is szükséges a járvány megszűnéséhez.